Jó estét kívánok! Köszöntöm magazinunk nézőit! Csökkent a könyvek forgalma a pandémia idején. Erről beszélgettünk dr. Gombos Péterrel. Műsorunkban beszámolunk továbbá arról, hogy megnyitott a kapuit a köröshegyi levendulás. Hogy mely virágok szedhetők már, ez is kiderül Mottongból. Tartsanak velünk! Csökkent a könyvek iránti kereslet a pandémia idején hazánkban. A tavaly tavaszi forgalom jócskán elmaradt a korábbi évekhez képest, mondta dr. Gombos Péter, a Matek Kaposvári Kampuszának főigazgató helyettese, a Magyar Olvasás Társaság alelnöke. Mint a szakember kiemelte, a koronavírus járvány idején még inkább rákényszerültünk a digitális technikákra, így az információk nagy részéhez is a képernyők előtt ülve jutunk. Az ember azt gondolná, hogy főleg a tavalyi karantén idején, amikor ez egy új helyzet volt, akkor szinte automatikusan fordulhattunk a könyvek felé, hiszen mindenki sokkal több időt töltött otthon, a szórakozási lehetőségek ilyen szempontból beszűkültek. És nagyon érdekes egyébként, hogy itthon is még a februári statisztikák azt mutatták, hogy könyvekre költött összeg az több volt, mint az átlagos. Aztán március-áprilisban ez nagyon bezuhant. Tehát a legnagyobb hazai könyvkereskedő cégek majdnem 50%-os, 45% fölötti veszteséget számoltak a korábbi évekhez képest. Tehát azt láttuk, hogy az emberek nem az olvasás felé, és nem a könyvek felé fordultak. Ennek érdekesek az okai egyébként, mert hogy bizonyos külföldi országban, például Hollandiában mérték azt, hogy az e-könyvek forgalma szépen pótolta a papíralapú könyvekét, illetve Nagy-Britanniában a lezárások bejelentésekor, ami nem az azonnali lezárást jelentett, ott néhány nappal előtte jelezték, akkor nagyon szépen megugrott a könyvesboltoknak a forgalma, mindenki bevásárolta a karantén idejére. De nálunk az elkönyvpiac annyira alacsony, tehát hogy szinte alig mérhető, hogy itt nem jött ez a pótlás, illetve amit még tapasztalatként látunk, hogy a kis kiadók nagyon nehéz helyzetbe kerültek. Magyarországon is azért néhány nagy kiadó és néhány nagy könyvkereskedő uralja a piacnak nagyon nagy szegmensét, de azért vannak kis kiadók, kis könyvkereskedők, és ők bizony nagyon megsínlették azt, hogy az emberek nem fordulnak a könyvek felé. A könyvtárok is vagy bezártak, vagy egy ideig bezártak, vagy ilyen különös nyitvatartással működnek, rendeléses módszerrel, nem mindenki kapta el ennek az ízét. Én is beszéltem olyan barátommal, aki mondta, hogy hát neki lejárt az olvasóegy, akkor most nem tud könyvtárba menni, és mondtam, hogy de hát itt Kaposváron biztos vagyok benne, hogy a lejárt olvasóegyel is fog működni a kölcsönzés. Így is lett egyébként, tehát kiderült, hogy működik ez a dolog, nem érte hátrány ebből, de sokan féltek, és akkor nem használták ki ezt a lehetőséget. Szóval miközben egyrészt automatikus lenne, hogy más dolgok helyett a könyvek felé fordulunk, azt látjuk, hogy nem ez történt. Vajon miért? Hát ennek az egyik oka az, hogy a digitális kultúrára még inkább rákényszerültünk. Egyrészt ugye a tanárok, diákok a digitális oktatás kapcsán eleve a gépükhöz szegeződnek, másrészt hihetetlen információéhségünk van most már egy-két évtizede, és erre csak rátette ez. Én szerintem az emberek nagy része minden nap délben meg tudnám mondani, hogy aznap mennyi új beteg volt, és mennyien haltak meg, mert nagyon éhezzük a híreket, és ezért odaszegeződünk a képernyőhöz. És éppen a 2017-19-es felmérés megmutatta, hogy a fiataloknál azok, akik folyamatosan online vannak, azoknak több mint kétharmada nem vesz könyvet a kezébe. Az időseknél pedig azok, akik napi 3 óránál többet tévéznek, azoknak 70%-a nem vesz könyvet a kezébe. Tehát miközben ezt korábban csak sejtettük, hogy a digitális kultúra és a tévé is, idősebbek esetében a tévé, az elszippantja az olvasás elől az embereket, azt az időt, amit az olvasásra fordítanánk, azt képernyő előtt töltjük. Most már kutatások is bizonyították, hogy így van. Ez sajnos a pandémia idején se fordult meg. Sokan mondhatnák most erre azt, hogy de én olvasok, mert böngészem akár mondjuk a közösségi médiát, vagy különböző hírcsatornák oldalait, de az nem olyan olvasás. Nagyon nem olyan. Más lélekkel olvasunk szép irodalmat, még az se ugyanaz, amikor ismeretterjesztő könyvet olvasunk. Tehát ha én egy nagyon érdekes könyvet olvasok a II. Világháborúról, mondjuk nekem az hobbim, érdeklődési köröm, én azt, amikor meglátok egy új könyvet, és akkor rávetem magam, hogy de jó, megjelent. Amikor ezt olvasom, az se ugyanaz,
mint amikor egy felépített világban, legyen az fikciós könyv, vagy nem fikciós könyv, abba belehelyezkedek, amikor benne vagyok egy szereplő, beleképzelem magam egy szereplő helyébe, egész más szívvel, más lélekkel olvasunk irodalmat, teljesen más a hatása, másképp működünk. Hát azt szokták mondani, hogy a szép irodalom az a lassú olvasás művészete. Nem lehet szép irodalmat gyorsan olvasni. Nagyon találó volt, Woody Allennek van egy ismert mondása, hogy életem egyik legnagyobb élménye volt, mikor megtanultam a gyors olvasást, és néhány óra alatt elolvastam a Háború és békét, úgy emlékszem, oroszokról szólt. Hát persze, Háború és békét el lehet mondani 100 mondatban, de hogy nem ugyanazt kapjuk vissza. Az irodalomhoz idő kell, lelki állapot kell. Ismerek olyanokat, akik a piros lámpánál könyvet vesznek a kezükbe, arra 20 másodpercre, de még többet ismerek, aki amikor van 20-30 másodperc, akkor telefont vesz a kezébe, mert arra egyébként, hogy föllépjek, megnézzem, van-e új üzim, arra jó, az az 50 másodperc, 20 másodperc szünet, de hogy visszacsöppenjek egy világba, amiben belecsöppentem egy olvasás közben, arra nem elég ez a néhány másodperc. Teljesen másképp olvasunk irodalmat és nem irodalmat. Mi jellemzi a digitális olvasást, ugye, amikor 20-50 másodperc alatt kell információhoz jutnunk? Hát egyrészt az, hogy nem viszintesen olvasunk, hanem inkább függőlegesen, illetve hogyha ott a szemmozgásnak a lényegét nézzük, akkor egy ilyen F betűt rajzolnak ki, vagy egy F-szerű valami lenne, mert hogy elindulnak, és akkor néha vannak, amikor vagy érdekes dolgok, akkor ott azon végigmegyünk. Eleve érdekes az, hogy akár a Facebookra gondolunk, akár bármilyen internetes oldalra, hogy annak általában nincs vége, hanem ugye gyakorlatilag korlátlanul gördíthető lefelé. Ez így van kitalálva egyébként azért, hogy hát minél többet, minél tovább ott ragadjunk ezeken a helyeken. Tehát a digitális olvasás az nem törekszik teljességre, az mindig az érdeklődésnek megfelelően víz bennünket, és aztán van egy olyan ösztönző is, hogy lépjünk tovább, hogy ez téged érdekel, akkor ide menj tovább, oda menj tovább, tehát ez amit korábban szerintem a tévézésre találták ki a szörfözés kifejezést eredetileg, ez most már egyértelmű az internetkultúrának a sajátossága, a szörfözgetés, és hát nagyon sok olyan, ugye a közösség oldalak is így működnek, hogy gyűjtő oldalként, ahonnan aztán el tudok menni ide-oda-amoda. Kiké leginkább ez a digitális világ? Be lehet skatujázni korosztályokat, vagy most már a tizenéves, akár mondjuk ötödikes korosztálytól már, akár mondjuk az idősekig benne vannak ebben a digitális létben? Ha nagyon egyszerűen fogalmazok, akkor mindenkié. Nagyon másképp érintettek. Tehát ugye, amit korábban jósoltak, az később következett, hogy a Facebookról szépen elszállingóztak a fiatalok, tehát ők már azért inkább a TikTok, Instagram világa felé mentek el, viszont a 25-35-40-es hölgyek például hihetetlenül nagy számon is aktívan vannak jelen a Facebookon, és az idősebbek is egyre inkább megtalálják. Nagy örömmel felfedezik a régi kapcsolatokat, élvezik azt, hogy a világ másik részén lévő emberekkel tudnak rokonokkal, ismerősökkel csevegni. Tehát, hogy valamelyik részét szinte mindenki megtalálta. Nagyon kevesen vannak azok, akik tudatosan távol tartják magukat az internettől. De talán nem is lehet. Hát teljesen, szinte lehetetlen. Nagyon érdekes egyébként, hogy az említett olvasás felmérés során tapasztaltunk egy olyan dolgot, amit korábban nem mértünk, hogy a nagyon sokat olvasók között meglepően sokan vannak, akik távol tartják magukat a nettől, hogy minimálisan interneteznek. És ez azért volt érdekes, mert addig azt láttuk, hogy aki nem internetezik, azoknak nagy része azért nem netezett, mert nem volt rá anyagi lehetőség, nem tudott előfizetni mobilnetre, akár nem is volt mobilkészüléke. És hát és azt is látjuk, hogy ők helyette nem olvasnak, nem könyvet olvasnak. És most viszont egy egész érdekes volt azt látni, hogy az internetet nem használók között elég magas arányban vannak a sokat olvasók. Tehát ez kicsit ezt helyettesíti. Hozzáteszem, hogy az egész digitális kultúrának van egy olyan érdekessége, hogy interaktívvá tett minket, tehát hogy nagyon sokat írunk is. És nagyon nagy igényünk van arra, hogy mi is hozzátegyük a magunkét, nem csak olvasni. Sőt, valaki egyszer azt fogalmazta meg, hogy szívesebben írunk, mint olvasunk. Tehát amikor olvasunk egy hírt, valójában felületesen olvasunk, de már véleményt formálunk róla, már fontosnak tartjuk, hogy ahhoz mi is hozzászóljunk. Ami azért is érdekes, mert közben meg a legnagyobb magyarországi híroldalaknál például a kommentelések megszűntek,
mert hogy egy egyszerű jogi oka van ennek, ugye az oldalak felelősek a tartalomért megjelenik, a kommentek tartalmáért is, és egyszerűen képtelenség volt szűrni, tehát olyan, ahol még működik moderáció, ott ez hatalmas pénzeket felemészt, mert a moderátoroknak folyamatosan ott kell lenni, és szűrni azokat a tartalmakat, amelyek nem megfelelőek, azokat a véleményeket kidobálni, amelyek törvénysértő tartalmak. De hát mi meg azt akarjuk, hogy írjunk, többet szeretünk írni, mint olvasni. És mennyire írunk helyesen kommenteknél? Hát nem nagyon. És nagyon érdekes az, ha az ember megfigyeli, hogy amikor kijavítják egymást. Azért én azt látom, hogy ennek még mindig van becsülete, amikor valaki helyesen ír. Persze nem mindegy, hogy javítják ki. Tehát nem az van, hogy akkor lebunkózza, vagy hát milyen egy gyenge jellem vagy, hiszen nem tudsz helyesen írni, hanem hogyha azt olyan stílusban írják, akkor azt figyeltem meg, hogy erre nem egy ilyen anyázós válasz szokott születni, hanem hogy igen, maximum nem mond erre semmit. De hogy ennek lehet helye egyébként, én azt gondolom, én nem szoktam kijavítani mások helyesírását interneten se. De például, amikor én is azzal találkozom, hogy valaki nagyon érzettel osztja az észt helyesírás hibákkal, akkor a kis ördög bennem is ott bujkál, hogy megjegyzem, azt nem is így kellene egyébként írni. Én már volt rá példa, hogy ilyenkor én is javítottam, de nem rossz indulatú megjegyzés kíséretében. És én azt tapasztalom, hogy erre nyitottak az emberek. Én azt nem tartanám rossznak, hogyha egy minimum szintet ott meg tudnánk határozni. Persze ezt nem lehet belőni, hogy mi az hogy egy hármassal írhatsz a netre, kettesen már nem írhatsz, mert nincs ilyen. De hogy ez nem lenne rossz, hogyha arra figyelnek az emberek, ha például akkor utána nézne. Mikor vesznek először a gyerekek a kezükbe okos eszközt, legyen az tablet, vagy legyen az egy telefon, és mikor vesznek először könyvet? Hát ha gondolsz egy időszakra, hogy mikor, szerinted mikor vesz a gyerek kezébe először ilyet, akkor vonjál le belőle sokat, nagyon hamar. Gyakorlatilag a szinte bébik egy okos órát már húzogatnak, mert tudják, hogy annak van hatása. Óvodás gyerekek nagyon sokan használnak tabletet, nem tudnak olvasni. Elvileg neki nincsenek meg ahhoz kompetenciája, hogy ott elindítson programokat. De mégis tudja, hogy a játékkal hogyan tud tovább haladni. Pontosan. Ennek bizonyos szempontból vannak előnyei egyébként, de hát nagyon sok hátránya is van ennek. Tehát azt tudjuk, hogy akár a szem, bizonyos kognitív funkciók egyszerűen nem tartanak ott, egyáltalán nem kellene 3-4 éves korban filmeket nézni a gyereknek, nem tudja értelmezni a gyerek a ráközelítés, az osztott képernyő, tehát ezek mind olyan jelenségek, ami a filmben természetes, amit ő nem tud értelmezni. Nagyon Kósa Évának, magyar kutatót mondjak, nagyon látványos, szép kísérletei vannak ezzel kapcsolatban, ahol elmagyarázza, hogy miért nem kellene 3 éves gyereknek filmet nézni. Ehhez képest a digitális eszközök előtt ott vannak a 3 évesek. Jó esetben ennyi időskorban a könyvet kellene nézegetni. Épp a napokban nagyon kedves ismerőstől kaptam egy videót, ahol egy kedves barátom, a kisfia lapozgatja a könyvet, még fejtetőn, még nagyon pici, de hát itt kezdődik a dolog, hogy mint tárgy érdekes számára, és nem azt látom, hogy kezébe veszi a könyvet és 10 másodperc vagy eldobja, mert nem érdekes, hanem hogy feszült figyelemmel egyre csak percekig, aztán majd egyre tovább kezébe vesz, ott marad a kezében a könyv. Hallgatóknak szoktam mutatni, nagyjából fél év körüli baba, akinek anyuka mesél, és amikor anyuka abba adja a mesét, ez egy angol nyelvű videó, és akkor elhangzik az a mondat, hogy the end, hogy itt a vége, akkor a kisgyerek úgy elkezd sírni, minthogyha a kedvenc játékát kitépték volna a kezéből. És anyuka újra és újra eljátsza ezt, megmutatva a kamerának a jelenetet, hogy gyorsan újra kezdje a mesét, a kisfiú fölélénkül, tátott szájjal és nagyra nyit szemekkel nézi, és akkor vége a mesének, akkor összeomlik. Ugyanígy apukával és ugyanúgy másik könyvvel. Tehát egy fél éves gyereket már jó értelemben véve mesefüggővé lehet tenni, és mindig szoktam mondani a hallgatóknak, hogy ez a baba, ez egészen biztosan olvasó felnőtt lesz, eldőlt. Magyarországi legutolsó kutatása azt mutatja, hogy az a gyerek, akinek mesélnek pici korában, annak 35-szor akkora esélye van felnőtt korában olvasóvá válni. 35-szörös esély. Ez rengeteget számít. Tehát nem is az a fontos, ahogy kérdezted, hogy mikor kezd el olvasni, mikor vesz könyvet a kezébe, ez is fontos, hanem hogy megkapja nagyon korán a meseingereket. Mesét mondani is meg kell tanulni, de mesét hallgatni is meg kell tanulni. És az a gyerek, aki korán belecsöppen ebbe a mesevilágba, aki hallja a meséket, ő jó eséllyel olvasó felnőtt lesz.
Milyen könyvet válasszon a szülő, és milyen mesét? Ugye bárki bemegy egy könyvesboltba, óriási a választék, és a minőségnek is nagyon széles a skálája. Hogyan lehet a jó könyvet megtalálni? Mik a kritériumok, mik a szempontok, ami mondjuk segíti az eligazodást? A legkisebbeknél könnyű a helyzet, mert mesélni kell, lehetőleg fejből, és bármit. Az lehet a családi történet, hogy amikor a te nagypapád olyan pici volt, mint te most, vagy amikor a nővét, amikor még nem is érti, és a saját történetemet elmesélem, gyerekkori történeteimet, ezek nagyon-nagyon fontosak. Egy ilyen mese nem rosszabb, mint a legjobban megírt mese. A kicsiknél, és ezt legalább óvodáskorig értem, de én még az óvodában is azt szoktam mondani, hogy sokkal több népmesét kapjon a gyerek, mint műmesét, mert a műmesék között nagyobb kockázata van a rossz minőségnek. Én nagyon-nagyon haragszom az erőltetett, tanulságokkal teletűzde, didaktikus. A mesének nem az a célja, hogy tanítson. Ez az egyik legnépszerűbb félreértés, hogy azért mesélünk a gyerekünknek, hogy tanuljon és okosabb legyen. Dehogy is, nem, tiltakozom, nem, azért, hogy jól érezze magát, hogy szórakozzon, hogy élményt adjunk neki, zárójelbe, ettől egyébként okosabb lesz és fejlődik. De ne azért üljek oda, és ez is fontos, hogy amikor a szülő mesél, vagy akár a pedagógus, akkor utána nem kell szövegértési tesztet írásban vagy szóban elmondani, hogy na, jól értetted? Minden kérdésre, amit a gyerek feltesz, válaszolni kell. De ne csináljunk utána egy dolgozatot szóban a gyerekkel, hogy ellenőrizzük azt, hogy értette. Ez a baj, az olvasást is munkának fogjuk fel, és feladatnak, nem pedig élménynek, szórakozásnak. Ez is elkezdődik már kiskorban, ahol a gyerek azt tanulja, hogy hát azzal dolgozni kell, hogy ez biztos jól értsen. Mi a jó mese? Nehéz kérdés, mert hogy egyrészt vannak műfajok, amelyek életkorokhoz kapcsolódnak. Például a tündérmesére azt szoktuk mondani, hogy nagy csoportra érik meg a gyerek, mert hogy a mesei kettős tudat kialakulása, a hosszabb komplex történet befogadása az egy idősebb gyereket, érettebb gyereket igényel, az állatmesét egész kiskorban tudjuk mondani. Tehát részben egy műfaji kérdés is ez. Időtartam nagyon fontos, hát egy pici gyereknek percekig tart a figyelem koncentrációja, még egy kis csoportos gyereknek is 10-15 perces mesét, ha tudunk mondani, már lehet, hogy az elég hosszú. Tehát, hogy ezeken is múlik. Másrészt meg azt, a mesemondók azt szokták mondani, amit én mesemondóként magamévá tudok tenni, azt tudom jól mesélni. Van olyan nagyon kedves mesemondó ismerősöm, aki azt mondta, hogy ezt a mesét azért nem mondom, mert nem tudok azonosulni vele. Van egy pont, ahol annyira nem értem, hogy miért afelé megyünk, hogy én ezt soha nem tudom jól elmesélni. Tehát, hogy itt inkább az érdekes, hogy találkozik-e az, aki elmondja a mesét azzal a szöveggel, és ha neki van találkozásuk, akkor valószínűleg átadni is úgy tudja majd a gyereknek, hogy az érdekes legyen számára. Ha a jó mese, akkor nekem mindig azért a népmese jut eszembe először, tehát hogy a népmesék felül. Amellett, hogy persze akár az Andersen, hát Lázár Ervin csoda, de Andersennél is azért fontos megjegyezni, ez nem pici gyerekeknek való. Tehát Andersen mesevilága az 8-10 éves vagy akár még följebb vihető. Az elmúlt egy évben a legjobb mese, amit olvastam, az egy olyan mese volt, amit kamaszokkal, gimisekkel tudnék elkezdeni feldolgozni. Eszembe nem jutna a kisebb gyerekeknek bevinni, mert hogy nem nekik való. Milyen a hazai mesekönyvpiac, ha az írókat nézzük, és ha az illusztrátorokat nézzük? Nagyon komoly a fejlődés. Induljunk onnan, hogy a 90-es évek, az egész 90-es évek óriási mélypont volt. Tulajdonképpen kétféle könyvet láthattunk, a sokszor kiadott könyvek újra kiadott változatai, amely között remek illusztrációk munkái is ott voltak, Réber László, Rejk Károlytól kezdve, és aztán a csiricsári gicses szörnyűségek, ugye kicsit tisztázatlan volt a jogi helyzet, sokan adtak ki könyvet, kicsit a szerzői jog még nem is annyira érdekelt a kiadókat, másképp volt a szabályozás is, és valamikor a 2000-es évek eleje felé érett be az a illusztrátor társaság, Szegedi Katalin, Rófusz Kinga, Kunfruzsina, Gyöngyösi Adrien, akik ezt tanulták, akik jól megtanulták ezt a szakmát, eleve tehetséges rajzoló grafikusok voltak, és ott kinőtt egy olyan illusztrátor társaság, akiknek a műveit ki lehetett rakni a bolognai könyvvásáron, a frankfurti könyvvásáron. Én emlékszem, még a 2000-es évek elején volt itt talán Belgiumból egy ilyen szakértői társaság, akik megnéztek egy magyar kiállítást, és azt mondták, hogy hát ez világszenzáció, de eljöttünk a könyvesboltok mellett, és nem ők voltak a kirakatban. És néhány évvel később már ők voltak a kirakatokban is. Tehát ma már
fontos, nagy magyar gyerekkönyvkiadók jó illusztrátorokat alkalmaznak. Kik a kedvelt írók a gyerekek, gyerekolvasók körében? Legyen ez a korosztály mondjuk az általános iskolásoké, vagy éppen egy kicsit nagyobbaké? Egyrészt örvendetes, hogy magyar szerzők be tudtak törni. Gyakorlatilag 2006-7 óta mondjuk Berg Judit a Rumunivel egy olyan sikersorozatot indított el, ami előtte 20 évig nem létezett magyar szerzőnél, hogy berobbant és végigmentek. És nagyon helyesek, saját gyerekem is tapasztaltam, hogy a Rumini sorozat mondjuk x-edik részénél, ő már kinőtte régen a sorozatot, de hát olvastam az első hatot, akkor már a hetediket is elolvasom, tehát egy kicsit ilyen fura helyzetek is kialakultak emiatt. Egy korosztálya följebb Leiner Launánál láttuk azt, hogy elképesztő sikerre volt a sorozatainak, és hogy gyakorlatilag egy korosztálynak nagyobbik része ismerte a könyveit, ami megint azért fura, mert a 80-as években megszűntek a generációs könyvek. És akkor lett egy olyan, hogy Szent Jana Gimi, amit egy adott generáció lánytagjai majdnem mind ismertek, több mint a fele olvasta, de a másik része is tudta, hogy miről van szó. Azt is fontosnak tartom egyébként itt, hogy aztán ezeken túl is tudnak lépni. Tehát, hogy ez is fontos, hogy Bartos Erika könyvei megtalálják valahol a helyüket, de hogy egy életkor után azon túl kell lépni. És én a Leiner Laulánál is azt látom, hogy a gimi elején megy, és aztán 17-18 évesen ebből a világból kilépnek, és tovább lépnek másfelé. Szóval vannak kedvencek, és szándékosan magyar szerzőket mondtam, és nagyon örvendetes, hogy vannak magyar kedvencek is. Nagyon jók vagyunk mesében, változatlan, nagyon-nagyon jók vagyunk mesében. Elképesztően erős a gyerekköltészet is, különösen erős az erdélyi gyerekköltészet, és egy picit kezd föléledni a kamaszirodalmunk. Abban azért még van pótolni való, tehát ha jó kamaszkönyveket kell ajánlanom, akkor ott több, mint a fele, amit ajánlok külföldi. De egy picit ott is azért én látok elmozdulást. Ebben a mostani bezártságban hogyan lehet a gyerekeket az olvasás felé terelni? Akkor, amikor mondjuk egész délelőtt ott ülnek a számítógép előtt, és pötyögnek, és digitális oktatásban vesznek részt, és hogy akkor utána szakadjanak egy kicsit el, és üljenek le, és olvassanak. Hát két dolog. Egyrészt elszakadni. Meg kell tanulni, hogy el kell tudni szakadni, és ez nagyon-nagyon nehéz, mert hogy nem kis arányban vannak ma már internetfüggők. És nem csak gyerekek egyébként, hanem felnőttek is, de gyerekek is. És ez a függőség, Fraj Tamás professzor úr mesélte azt, hogy amikor megnézték internetfüggők agyát, akkor azt látták, hogy egészen pontosan úgy nézett ki, mint a súlyos drogfüggőké. És a tünetek is nagyon hasonlóak egyiket, az elvonási tünetek is nagyon hasonlóak. Tehát ezzel muszáj kezdeni valamit. Ez nem feltétlenül családi kérdés egyébként, ha valaki azon a szinten van, akkor nem fog tudni egy szülő, itt nem segít az, hogy parancsok, utasítások, tiltások, ott bizony akár szakember segítségre is szükség van, és félreértés ne esik, nem arról beszélünk, hogy 100 000 gyerekből kettőt érint ez a dolog. Ez sokkal komolyabb probléma ma, nem csak Magyarországon, de Magyarországon is. Nagyon komoly arányban vannak közöttünk internetfüggők gyerekek, és egyébként felnőttek is. Amikor tényleg valaki 40 másodperc szabad időn, az első, ami eszébe jut, hogy előkapja a telefonját és föllépjen, az azért az elgondolkodtató. Nem tudom, kipróbálták-e már például azt, hogy valaki tartson 3 nap böjtöt, hogy én 3 napig nem lépek fel a Facebookra, 3 napig nem nyitom meg internetes oldalt. Ugye a munkánk annyira köt az internethez, hogy egy kicsit ez egy indok is, hogy hát muszáj, hiszen lehet, hogy kapok egy üzenetet, lehet, hogy kapok egy munkát, egy feladatot. De ez komoly probléma, ez az egyik, hogy tudni elszakadni, a másik pedig, hogy jó élményt adni a könyv által a gyereknek, hogy az alternatíva legyen a gyerek számára. Ebben pedig nagyon fontos a szülői példaadás is. Tehát az a szülő, aki saját maga is a napja nagyobb részét a gépe és a telefonja előtt tölti, az hol mutat jó példát a gyereknek, vagy mitől tudná. Az a gyerek, aki utasításra olvas könyvet, az a feladatot maximum elvégzi, de szívvel, lélekkel olvasó ember nem lesz belőle. Megnyitott a kapuit az érdeklődők előtt a Köröshegyi Levendulás. A 12 hektáros területen a friss levegőre szomjazók játszintot és narciszt is szedhetnek, valamint helyben készült termékeket is vásárolhatnak. A szokatlanul hűvös időjárás miatt a tulipán szüretre azonban még várni kell. Ugyanakkor a tavalyi évhez hasonlóan idén is van lehetőség online megrendelni a virágokat.
Sokan az egész családdal kirándultak, sétáltak a napsütéses időben húsvét hétfőn a levendulásban. De nem csak sétára, virágszedésre is alkalmas volt az idő, hiszen a játszintok és a narciszok már teljes pompájukban virágoznak. Nagyon szép, gyönyörű tényleg minden, meg az, hogy nagyon jó idő van. És épp most beszéltük a lányomékkal, hogy amikor minden kivirágzik egyszerre, milyen csodálatos látvány lehet tényleg. Meg hát az, hogy a természetben vagyunk kint unokákkal, úgyhogy nagyon jól érezzük magunkat. Most nagyon ugye a pandémia idején ez nagyon szűkre szabott lehetőség, hogy az ember eljöjjön ilyen távolabbi tájra kicsikét kikapcsolódni, levegőzni. Nem csak a vendégek, de az ott dolgozók is nagyon várták már, hogy megnyithassák a gazdaság kapuit. Persze csak a járványügyi szabályok szigorú betartásával. Gyakorlatilag szeptember óta erre készülünk. Ugye nekünk semmilyen más bevételünk nincsen egész télen, és ugye csak a költségek vannak, úgyhogy reméljük, hogy most már itten nyílnak a virágok, és maga a járványügyi helyzet is ugye engedi nekünk, hogy nyitva lehessünk, mert mint bolt és mint kertészet ugye nyitva lehetünk, de természetesen nagyon fogunk figyelni a szabályok betartására, másfél méterre, a kézmosópontokra, fertőtlenítőkre, mindenki maszkba jöhet csak. Sajnos ugye hiába ilyen óriási 12 hektáros területen vagyunk, ettől függetlenül a maszk használata kötelező. A hűvös idő miatt a legkedveltebb tavaszi virág a tulipán még várat magára. Egyelőre a növények még bimbos állapotban várják a melegebb időt, de online rendeléseket, csak úgy, mint tavaly, az idén is lehet leadni. Akik persze személyesen látogatnak el a levendulásba, néhány újdonsággal is találkozhatnak. Azon vagyunk, hogy fejlesztünk és szépítsük az egész területet, az épületeinket. Sajnos épp a boltunk éppen ki tudott nyitni ugye, az új épületbe, de még sajnos mindig csak toj-toj mosdókat tudunk biztosítani, de levendula szülésre júniusra már a mosdóink is megnyílnak például. De ettől függetlenül a területen új fotópontok lesznek, például a tulipán születkor, itt már lehet is tippelni, hogy itt a lefóliázva itt mögöttem, milyen fotóképkeret lesz. A tervek szerint a hétvégén újra kinyitja kapuit a 12 hektáros gazdaság, és ha melegszik az idő, napról napra egyre több tulipán virágzásában gyönyörködhetnek majd az odalátogatók. Ennyi fért ezúttal magazinunkba, ha tehetik, nézzék műsorunkat egy hét múlva is. Videóinkat megtalálják a Somogy Televízió Facebook oldalára, vagy YouTube csatornájára kattintva. Viszontlátásra!